Remélem nem fogom elrontani. A három helyről fogunk igét olvasni. Az első az a János evangéliuma első részének első öt versét. Keressük meg, és fennállva hallgassuk meg. És majd az Ámós könyvéből lesz a következő. Kezdetben volt az ige, és az ige Istennél volt, és Isten volt az ige. Ez kezdetben az Istennél volt. Minden ő általa lett, és nála nélkül semmi sem lett, ami lett. Ő benne volt az élet, és az élet volt az emberek világossága. És a világosság a sötétségben fénylik, de a sötétség nem fogadta be azt. Ez az első. A másik az Ámós könyvét keressük meg. Akinél Biblia van, a 8. fejezetet, és abból a 11-től a 13. versig fogom Isten igéjét olvasni. Ámós könyve 8. rész, 11-től a 13. versig. Ímé napok jönnek, azt mondja az Úristen, és éhséget bocsátok a földre, nem kenyér után való éhséget, sem víz után való szomjúságot, hanem az Úr beszédének hallgatása után. És vándorolni fognak tengertől tengerig, és északtól fogva napkeletig, futkosnak, hogy keressék az Úrnak beszédét, de nem találják meg. Azon a napon elepednek a déli szüzek, meg az ifjak is a szomjúság miatt. És még egy ige hely, az pedig a Királyok második könyve, 4. rész, 38. versétől. Királyok második könyve, 4. rész, 38. versétől. Azután visszament Elizeus Gilgálba. Éhség volt pedig akkor az országban, és a próféták fiai ővele laktak. És mondta az ő szolgájának, tedd fel a nagy fazekat, és főzd valami főzeléket a próféták fiainak. Kiment azért egy a mezőre, hogy parejt szedjen, és holmi vad indákra találván teleszette az ő ruháját azokról sártökkel, és mikor hazament, belevagdalta a fazékba főzeléknek, de nem tudta, hogy mi az. Mikor azután feladták a férfiaknak, hogy egyenek, és ők enni kezdtek a főzelékből, felkiáltak és mondták, halál van a fazékban Isten embere, és nem bírták megenni. Ő pedig mondta, hozzatok lisztet, és belevetette azt a fazékba, és mondta, add fel immár a népnek, hadd egyenek, és nem volt már semmi rossz a fazékban. Eddig Isten igéje, foglaljunk helyet. Hajtsuk meg fejünket, szívünket az Úr Jézus előtt. A mi szívünk, a mi szemünk téged néz, Úr Jézus Krisztus. Gyönyörködünk benned, és szeretünk téged, mert előbb szerettél te minket. És követünk téged, mert te előbb követtél bennünket, és kihúztál a mélyből, sziklára állítottad lábainkat, megtisztítottál, üdvösség ruhájába öltöztettél bennünket, szent lelkeddel elpecsételtél az üdvösség napjára. Tiéd vagyunk, Úr Jézus Krisztus, mind örökké, ami szemünk téged néz, benned gyönyörködik, és rád figyelünk a hitünk fejedelmére, megváltójára, Jézusra. Amen. Olyan csodálatos az Úr Jézusnak a munkája a mi életünkben. Nagyon örülök, hogy eljöttek a kiskörösi testvérek, de ugyanúgy máshonnan is jöttetek, Budapestről, és még sok minden helyről, amit nem is tudok. De örülök, hogy itt vagytok, és úgy nagyon imádkoztam azért, hogy az Úr Jézus azokat hozza el, akiket itt akar látni. Én nekem soha nem arról van szó, hogy én sokaságoknak akarok prédikálni. Tudjátok, kiknek szeretnék prédikálni, kiknek szeretnék hirdetni igét? Akiket az Úr Jézus elkészített, akiknek a szívét elkészítette, hogy ne hangozzék az ő beszéde hiába. És mindig úgy imádkozok, nem azért imádkozok, hanem sok-sok ember hozzá össze, hanem azért imádkozok,
hogy Uram, hozd el azokat az embereket, akiknek a szívük érett, akiket te ott látni akarod, és akit te nem akarsz ott látni, azoknak állj a útjukba. És történt olyan dolog is, hogy nagy gyülekezetben egy páran ültek, és csodálkoztak azon, annyi mindenkit meghívtunk. Mondom, tudjátok miért imádkoztam? Hogy csak azokat hozza ide Isten, akit itt akar látni. És akkor most már tudjuk, hogy miért nem sikerült. Milyen jó az, mikor te itt vagy, és a te szíved el van készülve arra, hogy befogad Istennek drága üzenetét. Milyen értéke van a te számodra Isten beszédének? Milyen érték? Tudjátok, ez nem duma. Istennek igéje, a prédikáció az nem emberi duma, ahogy valaki ezt itt a szívébe gondolja. Istennek igéje az Istennek beszéde, Istennek üzenete, Istennek megszólítása, és még konkrétabban az Úr Jézus Krisztusnak a hangja. És ezt mondja az Úr Jézus Krisztus, hogy az én juhaim hallják az én hangomat. És ez egy nagyon fontos dolog, hogy meghalljad az Úr Jézusnak a hangját. Hogy érezzed, hogy annyira személyesen szól hozzád, hogy szinte, mintha minden szó, minden mondat, mintha a te szívedhez lenne rendelve. Halleluja! És szól Jézus, mert szereti az ő nyáját, szereti az ő báránkáit, és az ő szavával inti, az ő szavával simogassa, szavával emeli, és szavállal feddi is őket. De azért, mert szereti. Az ő beszédében minden van. És az, ami nagyon fontos, ez a beszéde érint. Ez a beszéde, ez nem csak elér, nem csak odaér valahova, hanem a beszédének a célja az ő érintése. Jézus érint tégedet, érint engemet az ő beszéde által. És ez az érintés, itt egy kicsit megállok, ez egy nagyon fontos dolog. Ebben az érintésben egy csodálatos, dicsőséges erő, szeretetnek a hatalma kiárad. Mikor az Úr Jézus megérintette a vakot, megnyíltak a szemei. Mikor megérintette a süketet, megnyíltak a fülei. Mikor a bélpokolost megérintette, megtisztult. Mire van neked szükséged, testvérem? Drága testvérem, van szükséged? Tudod, mire van szükséged? Hogy Isten beszéde által, Jézus szava által, mikor azt mondja, az én juhaim hallják az én hangomat, hogy tapasztald meg Jézus Krisztusnak a érintését. Erre van szükséged. Mert minden ebben az érintésben, minden megvan. Feddés is. Egyszerűen fölnyissa elrejtett dolgokat az embernek az ő szívéből. És minden. De nagyon különböző az a érintés. Mindenki átéli az ő szüksége szerint. Horvátországban prédikáltam egyik gyülekezetben, és a Szentlélek annyira vezetett, hogy kimondottan profétálás által mondtam azt, hogy miket mondsz, miket gondolsz, de ezt mondja erre Jézus. Ahogy befejeztem az én prédikációmat, fölállt egy férfi, és azt mondja, nem szégyellitek magatokat? Így körülnézed. Hát azért hívtatok engem ide, hogy ennek a prédikátornak mindent kibeszéltetek rám. És azt mondja, szégyellitek magatokat. És akkor csitították ezt az embert, és mondja, hát ez az ember, ez a prédikátor azt se tudja, hogy mifán teremsz. Csak nyugodj meg, csillapod le. De azt mondja, hogy nem tudja, hát mindaz, amit én mondtam, ő elmondott itten. Lássátok, testvérek, nagyon sokszor különböző Istennek érintése. A rejtett dolgokat, a szívednek rejtett dolgait Isten kihozza, világosságra hozza, és ezzel azt akarja mondani, hogy nem valami besúgók vannak, akik sugdálják a Sándor testvérnek, vagy a Laci testvérnek itt a dolgokat, vagy az én drága testvéremnek, hanem
Egyszerűen a Szentlélek az, aki az ő munkája által, az ő érintése által, a te rejtett dolgaidat, a te rejtett szívednek dolgait, azokat a legmélyebbet, azokat a legtitkosabbakat felületre kihozza, és nem azért, hogy levetkőztessen téged, hogy szégyenbe hozon, hanem azért, hogy megszabadítson, meggyógyítson, és helyreállítson. Amen. Hát ezért van Istennek érintése a te és az én életemben. De hogy történik ez? Nem valami hókusz-pókuszok által. Ez Isten drága szavának érintése. Mert az én juhaim hallják az én hangomat. És követnek engemet. És idegen után nem fognak menni. Ó testvérem, de ne menj a Barkóczi Sándor hangja után. De ne menj a László hangja után. De ne menj emberek hangja után. Te kövesd Jézus Krisztusnak a hangját. Mert ez a hang az az Istentől jövő. Érted? Ő fölhasznál eszközöket. De ne építs emberekre, ne építs hírnevekre, egyszerűen ne kövess embereket. Jézust kövess. Valaki utánam jött és azt mondja, Sándor testvér, áruld el nekünk, nagyon buzgó fiatalok voltak, és mondják, áruld nekem, kit követsz te? Derek Prince testvért vagy, Bonke testvért vagy valami mást? Mondom, nem követek én semmilyen ember. Tudjátok, kit követek? Kit? Úr Jézust követe. Hát mind tudjuk, de mégis. Milyen iránt vettél? Mondom, a mennyországba. Vettem az iránt. Hát honnan szeded az áldásokat? Hát mondom, nem Torontóból, nem is Floridából. Tudjátok, honnan veszem az áldásokat? Mennyből. Értitek, testvérek, kinek a követői vagyunk? Kit követünk? Embereket? Emberpéldákat? Emberi hangokat? Emberi tekintélyeket? Kit követsz, drága lélek? És most ne gondolkozz azon, hogy valaki mondott rólad valamit nekem. Azt mondja a Szentlélek, tér meg! Szakítsd le, gyorsan szakítsd le a te szemedet az emberről, és ne dicsőítsd a te szíveddel embert, mert csalódni fogsz. És az én szívem remeg és félek Isten előtt attól, hogy valaki engem valamiképpen is bálványozzon. Tudjátok miért? Tudod miért, Guszti testvérem? Ettől rettegek. Ettől rettegek. Tudjátok miért? Azt mondja az Isten, nem lesz idegen Isten. Nem lesz bálványod én előttem. Nem fogsz bálványozni. Se a te gyerekedet, se a te férjedet, se a te családodat. Se akkor te rokonságodat. Nem fogsz bálványozni senkit. Nem lesz idegen Isten én előttem, ezt mondja az Úr. Emlékezzetek meg arról, mikor a Dágon házába behozták a Fridládát. Behozták az Urat. Mert úgy hitték a zsidók, hogy a Fridládába ott van Isten jelenléte. Behozták a Dágon házába, szembeállítottak a hatalmas szoborral, a Dágon szoborral, ugye? Hát elfér itt egy kis láda, egy kis. És akkor jönnek reggel, megnyissák az ajtót, és a Dágon meghajolt a Fridláda előtt. Azt mondják, emberi bölcsesség, emberi igyekezet. Hát nem jó állítottuk föl a szobrot. Alá ékelem, ugye, itt egy kis éket, ott egy kis éket, és akkor még egyszer fölállítom. Hát egy kicsit alátámasztom az én Istenemet. Mentek, egyet aluztak, jönnek reggel, a Dágon hasra esett, és már egy része le is törött. Testvérem, nem lesz idegen Istened az Úr előtt. Ne ékeld, ne támogasd. Tudod, azt mondod, hogy igen, ő már elesett, ő már, látom a hibáid, de tudod, ékekkel úgy alátámogatom. És mégis csak tisztelem, mégis követem. Ne kövess embereket. Ne emeld a te szemeidet emberekre. Emeld fel a te szemedet, a te hited fejedelmére, Jézusra. És kövesd őt.
Mert az én juhaim, azt mondja az Úr Jézus Krisztus, hallják az én hangomat, és követnek engemet. Ezért ne bálványozzál, ember, ne bálványozd a te gyermekedet se, mert ha amit elkezdesz bálványozni, letöröd a nyakát, letöröd a, először csak a kezét letöröd, vagy lábát letöröd, de később a derekát, vagy a nyakát letöröd, ameddig fogod ékelni, és fogsz erőködni Isten előtt, mert nem áll meg semmilyen Isten, idegen Isten a te Istened előtt. Keresd a te Uradat, a te Istenedet, ameddig megtalálható. Keresd. Keresésbe hatalmas nagy áldás van. Szerettek keresni valamit. Az én édesanyám, emlékszem, már nagyon régen meghalt, de mindig valamit keresett. A mosogató rongyot nem tudta, hova tette. Kereste. Hova tettem. A lábost nem tudta, hol rakta le. A kutyának a táliát, a macskának a edényét. Mindig valamit keresett. Hú, én úgy megutáltam a keresést, mert ez minden napi probléma volt otthon. Hol van ez, hol van az, hol van amaz. És akkor keresve volt, és egy utálat följött bennem a keresésbe. De tudjátok, mit mond az ige? Hogy a keresésben hatalmas áldás van. Szinte az ördög meg akarta utáltatni velem azt, amiben hatalmas áldás van. Drága testvérem, keresd az Urat, ameddig megtalálható. Keresd, kutasd, alászkodj meg. Emlékezz meg arról az asszonyról, aki letérdel, aki elveszítette, elgurult az a drakmája, és le kellett neki térdelni, le kellett neki alászkodni, és egyszerűen kereste és kereste, és mikor megtalálta azt az egy elveszett drakmáját, akkor megfogta, fölkelt, örvendezett, és összehívta szomszédasszonyokat, szomszédgyanyit, és azt mondja, elveszett, de megtaláltam, örvendezzetek velem. Keresésbe áldás van. Nagyon sokszor megtörténik, nálunk is tudjátok, ha gyermek van, dicsőség Istennek, egy feleségem van, de nagyon sok pósta bejövetel van, és akkor tudjátok, rakódnak a papírok, és néha úgy valami papír, vagy valami, amire szükségem van, ugye akkor elkezdem keresni. És akkor fölmerül bennem az a utálat abban a keresésben, amit a múltból, még a gyerekkoromból. És keresem, lapozom, itt keresem, ott keresem. Testvérek, tudjátok mit? Annyi mindent találok. Lássátok, sok mindent megtaláltam ebbe a keresésbe, azt is, amit nem kerestem. De értékes dolgokat. Mondom, ez is még megvan. Itt van. Hát azt gondoltam, hogy ez már nem is létezik. Keresésben áldás van. Az, aki keres, az talál. És még többet talál, mint amit keres. És ami nem olyan értékes dolgokat találunk, és mégis olyan örömünk van abból, amit találunk, akkor keresünk igaz gyöngyöket, keresünk igaz dolgokat életünkben, és keresünk Istennek országát, és annak igazságát, és a mind a többit ráadásul megtalálod. Nem úgy, hogy mind a többit keresed, és akkor valahol majd odaérsz Isten országába. Nem. Először így szól az ige. Először keressétek Isten országát, és annak igazságát, és mind a többi. Egyszerűen, ez is itt van. Ezt is kaptam. Ez is van. Dicsőség Istennek. Halleluja! Értitek? A keresésben hatalmas áldás van. Ha idáig nem szerettél keresni, most már szeressé keresni. Eljön az az idő, mikor az emberek, azt mondja Ámos próféta, fognak valamit keresni. És testvérek, mostan nagyon konkrét proféciót elmondom nektek, amit a Szentlélek szívemre helyezett. Eljön az az idő, és már itt van,
És a bekövetkező időkben is az fog történni, hogy az emberek fogják keresni az élő igét. Élő Isten beszédét. Éhség fog támadni. És már itt van. Az emberek lelkében olyan éhség van, mert itt vannak a anyagi dolgok. Itt vannak a anyagi javak ezen a világon. Egyszerűen elég csak egy telefonszám, és mindent vihetsz. Persze, hogy kölcsönre, de vihetsz. Ugye? Petelnek az emberek. Petelnek anyagi javakra. Csak egy valami hiányzik. Bőven vannak teológusok, bőven vannak teológiai, mindenféle megnyilvánulások, de Isten igéje, amely az Úr szájából jön, annyira nagy éhség, annyira nagy szomjúság támad itt ezen a földön. Már itt van az az idő. Nem kell nagyon messzire nézni, már itt van. Kezdnek az emberek éhesek lenni és szomjasak. Nem kenyérre, nem falatokra, hanem éhesek kezdnek lenni Istennek igéjére. És olyan éhség, ez az éhség úgy fog fokozódni, hogy az emberek elkezdnek járni tengertől tengerig, és fogják keresni az élő igét. És tudod, mi az az élő ige? Az a kijelentett ige. Az, mikor szól, mikor Isten szájából jön az ige, nem az ördög szájából. Mert ugyanúgy hangzik, értitek, hasonlóan hangzik, de ami ördög szájából jön, és igeként jön, az romboló, az tönkreteszi a te életedet, tönkreteszi a te testedet, tönkreteszi a lelkedet, tönkreteszi a te szellemedet, idegileg tönkretesz. Ami ördög szájából jön, még a ige is, az tönkretesz. Ezért kell vizsgálni mindig, honnan jön az ige, hol van a forrás. És jön az a éhség, mikor emberek elkezdik éhezni, szomjazni Istennek igéjét, Istennek érintését, Istennek kijelentett igéjét, amely akarja érinteni a mi szívünket. Fognak keresni, mert éhesek, mert szomjasak. Nem tudom, hallottátok-e azt a történetet. Egyik nap csengő a házon, és kinyitom, és azt mondják nekem, hogy Markóczi úr tudna nekünk szentelni egy óra időt. Hát mondom, ha már itt vannak, akkor tessék, gyűjjenek be. És azt mondják, szeretnénk kitárni a szívünket, elmondani a problémánkat. És akkor mondom, mondják nekem. Tudjátok, mink évekkel ezelőtt megszöktünk a Szlovákiából, Olaszországba kötöttünk ki, és mikor már kint voltunk, azt gondoltunk, megszabadultunk ettől a szocitól, még mindentől, ugye, kommunistától. És akkor most már szabadon vagyunk, már jó helyen vagyunk. Gondoltuk, hogy már mostan mennyország az egész. És megyünk a strádán Olaszországban. És egyszer csak ilyen fölöltözött emberek, géppisztoly, és úgy nézett ki, mint a rendőrség lenne, vagy ilyen ellenőrző valamilyen csapat. Leállítottak bennünket, mint leálltunk. Kiszállítottak bennünket autóból. Azt mondták, elviszik az autót, és elrohantak az autónkkal. Beültek az autóba, és elrohantak. Azám, de a hátsó ülésen ott feküdt a gyerek, és ott aludt. Barkóczi úr, így szólítottak engem. Miért van ez? Annyi baj, annyi probléma érintett a mi életünket. Annyi nehézség. Akár mibe kezdtünk, úgy éreztük, hogy ki vagyunk utálva, ki vagyunk semmizve. Egyszerűen olyan ördögi erők ellenünk álltak. És akkor bejutottunk Rómába. Kardinálokhoz bejutottunk.
Mert ilyen nehéz helyzetbe jutottunk. Ezek bevittek a pápához. Pápának a barátjai lettünk. És kérdeztük tőle, kérdeztem a pápától, azt mondja az ember, mondja meg nekem, atya, miért van ez velem? De Barkóczi úr, nekem nem adott senki olyan feleletet, ami meggyógyította volna az én bensőmet. És egész szívemnek a vágya csak egy, hogy szóljon hozzám Isten. Miért van ez velem? Miért nem fogad engem a világ? Miért ez a világ gyűlöl engemet? Miért mindig kudarcba fullad az egész életem? Miért? És mondom, és hol laknak maguk? És azt mondják, Kanadából jöttünk. Hát én úgy meg voltam lepődve. És mondom, és hogy tudták meg a címemet? És azt mondja, ott Kanadában valaki hallgassa a prédikációit, és azt mondta, akár hova fogsz menni a világba, ha keresed a választ, de ha mész Szlovákiába, állj meg ott Komáromba. Ott van egy Istennek embere. És hát, ha ez megmondja neked, Istennek válaszát. Képzeljétek el, testvérek, hogy ez az ember tengertől, tengeren keresztül átjött, hogy keresse választ, keresse Istennek beszédét. Azért mondom nektek, már itt van az az idő. És azt mondja nekem, mondja el nekem, miért nem fogad engem a világ? És én fölkiáltottam az Úrhoz. Mondom, ilyen drága utat tettek meg ezek az emberek. Ott volt a feleség, ott sírt a feleség, ott sírt a férfi, ott sírtak előttem, és láttam, hogy szívük ügye ez. És nem sajnálták a pénzüket, nem sajnálták azt költeni a pénzüket, hogy repülővel oda jönnek. Azt mondja, már tegnap este itt voltunk a ház előtt, és megtudtuk, hogy valóban hol lakik a Barkóczi Sándor testvér, és most már biztosra jöttünk ide. Mondom, nagyon nagy hit ez, hogy maguk elértek engem otthon. Mint hogyha Franciában lennék. De ők azt mondják, mint tudtuk, hogy Isten elkészítette. És akkor kiáltottam az Úrhoz, a mindentudóhoz. Én nem tudtam a problémájukat. Meghallgattam a dolgaikat. És nem akartam, hogy az én válaszom legyen a válasz. Hozzáfordultam az Úr Jézushoz, és mondom, Uram, te mindenek tudója vagy, te mindent tudsz, minden kérdésre nálad van a válasz, Úr Jézus Krisztus, én könyörgök hozzád ezeket a drága lelkekért, én nem ismerem ezeket, Uram, és ha ilyen hosszú és nagy utat megtettek, ha már itt van az az idő, hogy emberek fognak menni tengertől tengerig, hogy a te szavadat, a te kijelentett igédet, hogy találják meg. Uram, add meg! És a Szentlélek megszólította a szívemet. És azt mondja, nyisd meg! És megnyitottam, és elkezdtem olvasni. És ott állt az. E világból nem valók ők. Én küldtem őket a világra. És ha a világból lennének ők, a világ szeretné az övéit. De azért, hogy ők nem e világból vannak. Ezért a világ elveti őket. Ezért a világ gyűlöli őket. És akkor olvastam ezeket az igéket János evangéliumából, és elkezdett a férfi zokogni. A feleség elkezdett zokogni. És mondom nekik, ez az Úr Jézusnak a üzenete. Ezért ennyi baj, ennyi elvetettség, ennyi fájdalom érte a ti életetek. Mert nem ebből a világból vattok. Mert ha ebből a világból lennétek, akkor a világ szeretné az övéit. De nem ebből vattok. Térjetek meg, térjetek vissza a ti atyátokhoz. Adjátok át a ti szíveteket. Sírtak zokogva. És elmentek.
és jött karácsonkor egy levél. És a levélbe az állt, Barkóczi testvér, már nem úgy írták, hogy Barkóczi úr, Barkóczi testvér, megtaláltuk a feleletet. Igen, rájöttünk, hogy nem e világból vagyunk. Átadtuk életünket Jézusnak, és olyan boldogok vagyunk. Minden keserűségünk, minden szomorúságunk örömre fordul. Halleluja! És már nem keresünk ebben a világban a támaszt, a mi örömünket, hanem Jézusba, mert nem ebből a világból vagyunk, hanem onnan megértettük, hogy onnan jöttünk. Eljön az az idő, mikor az emberek tengertől tengerig fognak menni. És már itt van, így szól az Úr, mikor fogják keresni Istennek kijelentett igéjét, arra, hogy meg tudjanak térni, arra, hogy meg tudjanak szabadulni, arra, hogy Jézus Krisztus tudjanak követni. Itt van az az idő, elközelgetett. És azért térjünk meg. Azért, mert elközeledett Istennek országa, és ez a Istennek országa erőbe és hatalomba kell, hogy megjelenjen. És ez a erő és hatalom nem szétdobáló erő, hanem ez összegyűjtő erő. Ez szeretetnek a hatalma, amely megnyalából, ami fölemel, és azt mondja, szerelmes, drága gyermekem, gyere haza, gyere! Gyere, már rég várlak tégedet. Nagyon fontos, testvérek, hogy Istennek drága lelke indítsa a mi szívünket a szolgálatra. Hogy ne emberi bölcsességek, ne emberi erőlködések, ne emberi igyekezetek legyenek a mi szolgálataink, hanem valóban az Úrra figyeljünk. Az egyik testvérnő olyan haraggal eljött utánam, azt mondja, Barkóczi testvér, a mi prédikátorunk, mindig észreveszem, mikor internetről veszi le a prédikációkat. Hát nem ad neki Isten igét. Vannak prédikátorok, akik nem is prédikálnak, mert nincsenek rákapcsolva a internetre. Hát az én papom, az én prédikátorom internet nélkül nem is tud prédikációt készíteni. Testvérek, mindenféle zöldségeket, mindenféle vad uborkákat összezednek az emberek, és belevágják a fazékba, és etetik Istennek népét. Itt is az Elizeus történetében az történt, hogy elküldte az Elizeus, a próféta elküldte a próféta fiakat, és azt mondja, szedjetek! Szedjetek valami, legyen a fazékba ennivaló! Drága testvérem, drága szolgatársam, felelős vagy, mit vágdálsz a fazékba. Felelős vagy, hogy honnan szeded a dolgokat. Az emberek megérzik, hogy ez az Úrtól jött, vagy ez egy vad uborka, vagy vad sártök, vagy én nem tudom, hogy mindenképpen mondják ezeket a dolgokat. Ilyen vad összevagdalt, összemetélt dolgokat benne a fazékba. És akkor eszik az emberek, eszik, és fölfúvalkodnak. Egyszerűen, ó, halál van a fazékba. Drága testvérem, mit teszünk bele a fazékba? Ez a világ sóvárogva várja Isten fiainak megjelenését. Te éhes vagy nem sártökre. Te éhes vagy nem vad uborkára, te éhes vagy Istennek szavára. Mert jön az az idő, és így szól Istennek drága lelke, hogy már itt is van az az idő, mikor a lelkek, a szívek vágyakoznak Istennek élő, kijelentett igéjére, és mink felelősek vagyunk, mit vagdalunk bele a fazékba. Vagy tököket, internetről leszedett innen-oda 20 év gondolatokat, és akkor szépen úgy elvagdálva, és akkor azt gondoljuk, ha szépen van vagdálva, akkor jó is. Csak végén az ember úgy érzi, hogy ha ebből nekem kell élni, akkor teljesen tönkre megyek lelkileg. Ugye? Fölkiáltottak
a proféta fiak, és azt mondják, halál van a fazékba. Tudod, a szedett-vedett tudományod, a szedett-vedett teológiai tanulmányok össze-vissza innen, onnan, amonnan, összeszedett, összevagdal, beleférköztetve abba a fazékba, hogy csak meglegyen az a fél órás, vagy háromnegyed órás prédikáció, hogy beleférjen, akkor összevagdálják, mert hát egész tököt nem tesz, nem fér bele a fazék. Össze kell vagdálni, és ugye? És mégis halál van. Mit csinál Istennek szolgálja? Megmondták, bevallották, azt mondták, ez a étel nem erősíti az embereket, nem életre kelti az embereket, nem gyámolítsa, nem erősíti, nem életet kelt, hanem halál van a fazékba. Az a étel, ami szedett, vedett, összevagdalt, ami nem Isten lelkétől, nem a mennyből jön az áldás, testvérek, az egyszerűen halált okoz. Elkeseríti, fölfúvolja az embereket. Vannak itt olyan testvérek, akik még tavaly itt voltak, és ma nincsenek itt. Tudjátok miért? Fölfúvalkodtak. Valami olyan tököt, sártököt, és olyan mindenfélét összeszedtek, összeettek, olyan mindennel jól laktak, ami tönkretette az ő hitéletüket. Tönkretettek. Benne volt a halál. Drága testvérem, nekünk nagyon nagy felelősségünk van, hogy élet legyen a fazékba. Hogy történhet élet? Hogy hozhatom az életet? Hogy hozhatom bele? Egy teológus az ő munkáját készítette, diplomamunkáját, és az volt az ő teológiai feladata, hogy fölmérje a prédikátorokat, hogy mennyit imádkoznak naponta, mennyit igét tanulnak, mennyit foglalatosak az igével, és így tovább. Bejött, bemutatkozott ez a fiatal teológus nekem is. Azt mondja nekem, Varkóczi testvér, ez és ez van, csinálom az én diplomamunkámat, és fölmérem a prédikátorokat, mennyi időt szánnak a imádságra, mennyi időt szánnak a igével, mennyit foglalkoznak, és akkor egy ilyen nagy lajstrom volt nála, és akkor a ceruza is elkezdte írni. És azt mondja, no, testvér, mennyit naponta imádkozik? Hát mondom, szüntelen. Na, jó van, de ezt tudjuk, hogy ezt így írják, de hogy van a testvér életében ez? Hát mondom, szüntelen imádkozok. Attól függ, hogy mit te imának tartasz. Ha azt tartasz imának, csak mikor össze van téve a te kezed, csak akkor imádkozol, hát mondom, ebből kevés van, de a lelki kezeim mindig össze vannak csukva, és egész nap, még éjjel is arra ráébredek, hogy én az Úrral beszélgetek. Az én lelkem össze van kapcsolva az Úrral. Szüntelen imádkozok. Na jó van, azt mondja, akkor itt nem nulla, ez nulla. Hát jó van, ha nulla, neked az nulla, amely nekem minden, hát akkor jó. No, és akkor most a testvér mondja el nekem, hogy mennyit foglalatos az igével. Hát mondom, éjjel és nappal az ő beszédéről gondolkodik. Barkóczi testvér, ne haragítson engem. Mondja meg, hány órát készül a prédikációra. Mondom, egész életem rajta van, hogy minden gondolatom, minden pillanat az életemnek, minden pillanata, még ha fölkelek éjszaka is, az ő beszédén gondolkozom. Telve van a szívem az ő beszédével. Hát azt mondja, ez is nulla. Tudjátok, valakinek csak akkor valami, mikor tele van vagdalva a fazék tökkel, sártökökkel, vaduborkákkal, sok, ennyi, annyi. De mit
hozta létre az életet a fazékba. A sok, a nagy, tudjátok mi? Nagyon érdekes dolog. Jött az Elizeus, és hozta a lisztet. És hozzászólta a lisztet. És már nem volt halál a fazékba. Mi nem tudjuk, hogy mennyi, milyen mennyiséget szólt oda. De abba a lisztbe volt, vagy abba a fazékba belekerült a liszt. És tudjátok, mi az a liszt? Hogy keleszkedik a liszt? Guszti testvérem, te tudod. A mag belekerül a malomba. A mag belekerül a malomba, bele van szórva, és kezd az a őrlődés. És őrli a malom. Őrli, és minél tovább őrli, és őrli ez a malom, ezt a magot, akkor finomabb a liszt. Mi az a mag? Istennek drága igéje. Jézus Krisztus drága kijelentése. Istennek drága beszéde. És be kell, hogy jusson ez az ő igéje abba a malomba, abba a te gondolatvilágodba, és éjjel és nappal kell, hogy őrölni a te értelmed, a te szívedbe őröljön ez az ige, és fölőröljön egy finom lisztre. És így jön a kijelentett ige, így jön az élet a fazékba. Ha te csak akkor gondolkozol a igéről, mikor koptatod a nadrágodat, és a fenekeden vannak a... Mi ez? Hogy mondják ezt? Bőrkeményed, és a fenekeden van. Mert így készülsz Istennek a szolgálatára. Testvérem, le vagy késve. Te már csak vattököket tudsz beledobálni a fazékba. Mert azt, amit neked rád bízott Isten, az nem a interneten van. Az nem a ilyen könyvekben, vagy olyan könyvekben van, az itt van. És azt úgy nevezik ezt a könyvet, hogy Szent Biblia. Olvasd a Szent Bibliát. Fogadd a szívedbe azt a drága magot. Örvendezz annak, mikor olvasod, és kérd, Uram, fogd meg a szívemet a te drága beszédeddel. Fogd meg az én szívemet a te drága igéddel. És mikor megérted Istennek igéd, mikor szól hozzád az Úr, megelevéníti az ő igét a te szívedbe, és úgy érzed, hogy megszólított Isten, akkor forgasd a te szívedbe, forgasd a te gondolataidban, és éjjel és nappal őrlődjön ez a drága mag, ez a drága ige. És minél többet fogsz róla gondolkozni, minden többé fogsz vele foglalatos lenni, annál finomabb lesz ez a liszt. És akkor a fazékba nem vattökök, nem vad prédikációk lesznek, nem halálra vezető prédikációk és altató prédikációk, hanem életre keltő prédikációk lesznek. Emlékszem, egy evangelizációt végeztünk ottan Madaron nálunk, úgy hívják azt a falucskát. Madar, és tudjátok, falusi nénikék szép, széles szoknyákban jöttek, és hát őnekik ez volt a szokás, hogy mikor a tiszteletes úr fölállt, és elkezdte mondani az evangéliumot, ők úgy elfészkelték magukat, és úgy szépen horsogtak, aludtak. Hát azt gondolták, meghirdették, hogy Markóczi Sándor testvér fogott prédikálni, akkor jöttek a nénikék, és úgy fölkészültek, úgy, hogy elfészkelődnek, és fognak jót aludni a prédikáción közben. Mikor ámen lett, az egyik madari nénike meglöki a másikat, azt mondja, Marcsi, hallod? Hát mi volt ez a prédikáció? Én még aludni se tudtam itt. De ez megtörtént, ez nem vicc. Dicsőség Istennek, egyetlen egy prédikáció elhangzott abba a faluba. Itt van a Csongor testvérem, egy gyönyörű gyülekezet van abba a faluba. Élet volt a fazékba. Nem vattökök,
a vadtökök altassák az emberek, a vadtökök fölfúvolják az emberek, a vadtökök egyszerűen halálba viszik az embereket. De az élet, az a mag, az a drága mag, Jézus Krisztusnak drága szava, mikor a te gondolatodban, a te szívedben őrlődik, és mindig finomabb és finomabb, akkor életre kelti az embereket. Légy az Úr Jézus szolgája. Gyere, és kövess Jézus. Lehet, hogy valakinek nullát ért az én prédikációm. Lehet, hogy olyan kevés. De hiszem, hogy élet van benne. Mert az Úr Jézustól vettem. Gyönyörködök az ő szavában. És akarom az ő szavát közvetíteni. Hogy az emberek hallják meg az ő hangját, hogy kövessék őtet. Ne menjenek emberek után. Én utánam se ne menjenek. De menjenek Jézus Krisztus után. Mert azt mondja az Úr Jézus, hogy idegen után nem fognak menni. Én utánam fognak menni. És én vagyok az a jó pásztor, azt mondja az Úr Jézus, aki adja az ő életét a nyájé. De azok a többiek béresek. Egyszerűen őnekik kell a fizetés. És fizetés emelkedés kell. De őnekik nem arról van szó, hogy a nyáj jól lakjon. Ők csak azért vannak a nyáj mellett, mert jöjjön az ő fizetésük, jöjjön az ő bérük. Ezek béresek. Béres vagy? Vagy pásztor vagy? Neked szíved ügye az, hogy a te prédikációd után ne menjenek el éhesen, szomjasan az emberek. Annyi teológus van, hogy lehetne velük Dunát rekeszteni. De mennyi az, amely éjjel és nappal foglalatos az ő drága beszédével? Mennyi az, aki a fazékban nem a vadtököket, nem a internetről innen-oda szedett és a könyvekből kiszedett vadhajtásokat, hanem aki saját szívében, saját gondolatvilágában megtapasztalta Istent. Az embereknek Isten megtapasztalására van szükség. Neked meg kell tapasztalni az Urat. És ha akarod, hogy a te híveid megtapasztalják az Urat, akkor csak akkor tudod megtapasztaltatni az Urat az híveiddel, hogyha te magad megtapasztaltad. És ez a belső átélés, ez a belső gondolkodás, ez a belső érintés, mikor téged érint Jézus, mikor te elmondod, akkor ők érzik, érintett Jézus. Szólt az én szívemhez, tudta az én szükségletemet. Úgy érzem, hogy egész prédikáció hozzám szólt, hogy minden problémámat föltárt az Úr. Látta az én ígységemet, látta az én szomjúságomat, látta az én szükségleteimet. Mindenről szó volt, amire szükségem volt. Ó, köszönöm Jézus, hogy abban a fazékban élet van, nem a halál. Halleluja. Akarod, hogy élet legyen a te gyülekezetedben? Akkor már tudjátok, mit kell csinálni. Lisztről gondoskodni. Fölőrölni azt a drága, Istennek drága magvát. Nagyon finomra. Legyetek áldottak, drága testvérek. Inkább megyünk. De az Úr Jézus itt van. Ő fog tovább vezetni, és senki után ne menjetek, csak Jézus Krisztus után. Kövessétek az Urat. Szeressétek Őtet. És ne mondd, hogy Istennek igéje emberi duma. Nem. Istennek igéje élet. Istennek igéje az olyan hatalmas, hogy
ige volt az Isten, és ő általa jött minden létre ezen a világon. És ha az ég és a föld, mind az, ami ő általa jött létre, ha mindaz elmúlna és elmozdulna az ő helyéről, azt mondja az Úr Jézus Krisztus, az én beszédem soha el nem múlik. Ha te fogsz munkálkodni azért teljes szíveddel, hogy építsél újabb gyüleket, újabb templomokat, újabb helységeket, vagy erre vagy arra fogsz igyekezni. Ezek a dolgok megmozdulnak a helyről. De ha foglalatos leszel Istennek igével, ha még ledőlnek a építmények, ha eltöröltetnek mindazok, de egy dolog, amivel foglalatos leszel, ha rászánod a te szívedet, a te életedet, élő Istennek beszédére, ez megtart téged, mind örökké. Amen. Imádkozunk. Hajtjuk meg fejünket, szívünket. Szívünkben megköszönjük, Úr Jézus Krisztus, ezt a mai napot. Köszönjük a te drága lelkednek érintését, és köszönöm az én drága testvéreimet. Úr Jézus Krisztus, köszönöm az én testvéreimet, köszönöm az ő bizonságtételeit. Köszönöm, Uram, hogy különböző küldetéseket adtál nekünk, és mégis állhassuk ki a maga helyét, és bizonságnak vagyunk ennek a világnak. Ó, Úr Jézus Krisztus, hadd legyünk azok a fények, amelyeket ott a hegyen épített város. Hadd legyünk azok a fények, amelyek nem véka alá vannak takarva. Hadd fénykedjünk, ha kellemetlen is, vagy kellemetlen, ha veszik alapot, vagy nem veszik alapot. Úr Jézus Krisztus, hadd fénykedjünk, hadd legyünk fény és világosság, és ne azt keressünk, Urunk, hogy kalapot emeljenek előttünk, hanem azt keressük, hogy téged találjanak meg, és téged szeressenek. Ó, Úr Jézus Krisztus, tedd meg ezt a kegyelmet, hogy a te drága igéd, amely mind örökké megmarad, Jézus, hogy ezzel foglalatos legyen a mi szívünk, és erre szánjuk, erre tegyünk rá, Úr Jézus Krisztus, egész életünkbe. Mert eljött az az idő, mikor sóvárogva várják Istennek fiai megjelenését. És Uram, azok, akik viszik a te igédet, és megélik a te igédet. Akik éjjel és nappal foglalatosak, és a te drága lelked által fölörlik azt a drága magot, és finom liszté, és életre adó eledellé készítik. Ó, Uram, áld meg ezt a gyülekezetet. Áld meg ennek a gyülekezetnek véneit. Áld meg, Úr Jézus Krisztus, mind azokat a gyülekezeteket, amelyekből jöttek ezek a testvérek. Úr Jézus Krisztus, ne kritikus lélekkel menjenek haza, hanem betelve a te szent lelkeddel. Kérlek, Úr Jézus Krisztus, hogy mikor hazajönnek, hogy imádkozzanak és könyörögjenek azért, hogy liszt legyen és élet legyen a fazékba. Úr Jézus Krisztus, áld meg ezt a drága népedet. Úr Jézus, hagyj menjen örömmel és jólakva és élettel és életkedvel és örömmel haza. Legyen dicsőítve mindenből a te drága neved Jézus, az Úr Jézus drága szent nevében. És most, mikor megvan hajtva a te szíved, a te fejed, az Úr Jézus drága orcája előtt, kérdezlek téged, akarsz te az Úr szolgája lenni? Ezt az Úr Jézus kérdi tőled. Aki úgy érzi, hogy csatába akar állni, aki úgy érzi, hogy Jézus Krisztusnak a szolgája akar lenni, aki úgy érzi, hogy legkisebb akar lenni, aki úgy érzi, hogy az ő Istenét, az ő Urát, Jézus Krisztusát akarja szolgálni, teljes szívből, emelje föl az ő kezét. Legyetek áldottak. Dicsőség Istennek. Halleluja. Jöjj, Szent Lélek Isten. Jöjj ebben a pillanatban.
ne hangozzék a te szavad hiába. Ó, Uram, találja el a te drága hangod, Jézus, a te drága szíved, érje el ezeket a lelkeket. Ó, Szentlélek Isten, pecsételd el ezeket a szíveket, ezeket a emelkedő kezeket, ezeket a vágyakozó szíveket. Ó, Úr Jézus, érintsd őket, szabadítsd, gyógyítsd, és törzsd be, Szentlélek Isten, és pecsételd el a te nagy napot elővetelére. Az Úr Jézus drága szent nevében. Amen.